Dr. Bensütz Mária, a BME agyunktusa internetkutatója, Z generáció kutatója vendégünk. Ez a 96 és 2010 között születetteket jelenti. Az előbb azt mondtuk Rütkóval, hogy 3 óránál is többet interneteznek a legfiatalabbak. Egy friss kutatás közösségi média függőségről beszél. Azt az egyet nem tudjuk, hogy ez rossz vagy nem rossz, mert az is egy fontos tény, amit ilyenkor el szoktak mondani, hogy nincs ez tudományosan alátámasztva, hogy a közösségi média olyan volna, mint a heroin, pedig szoktunk róla így beszélni. Igen, jó reggelt kívánok! Szeretném előről, vagy tisztázzuk ezt a kérdést. Tehát, hogy az, hogy fiatalok, mit is jelent a fiatalnak lenni, tehát a generációk. Tehát, hogy nagyon sok pontból lehetne ezt megközelíteni. És maga, kezdjük a függőségnél. A függőség akkor függőség, hogyha valami másról lemondok azért, hogy valamit szeretnék csinálni. Tehát a közösségi oldalt addig nézem, vagy ezeket az oldalakat, amíg ugye nem megyek iskolába, vagy nem végzem a munkámat. Tehát, miért hogy pont ezeket mondtam, mondjuk nem találkozom a barátommal, nem megyek kirándulni, lemondanak egy csomó mindenről. Sok minden lehet. Akkor függőség? Szerintem igen, csak nem lehet nagyon mérni. Tehát, hogy maga ott kezdődik a sztori, hogy nem tudják mérni az internetezés nagyságát. Tehát, hogy mennyit töltünk, hiszen ez egyben megy a munkánk, ahogyha az Y-generációt nézzük, a munkavégzési idővel, vagy hogy a fiatalokat ugye 0-24-es elérésben vannak. És káros, mert egykor a tévére mondták azt, mi voltunk a métej meg a drog, mint tévé. Hogy mondhatnánk azt valamire károst, ami jó is? Tehát, hogy itt van egy olyan különbség is, hogy bármi negatívnak hívünk olyan dolgot, amiben jó dolgokat is találunk. Az megint más, hogyha a közösségi oldal is Facebook, ami egy picit ugye szerintem torzítás, mert hogyha megnézzük, én szerintem, hogy a Facebook az utolsó olyan közösségi oldal, ahol az összes generáció megtalálható. De nem lesz ilyen öregek ilyen is, mint mi. Igen, mert vagy az én nagybátyám és Saint-Tropez-ból bármilyen képemre rákattint és írogat bárkinek bárhogyan. Tehát ugye ez az utolsó ilyen nagyobb olyan esernyő vagy közösségi média felület. És most már megnéztem, ilyen 287 közösségi oldal van. Tehát majdnem minden lehetőségre, képre van megosztási felület. Mondja, mik az előnyei? A káros hatásairól rengeteget beszélünk. Az előnyei például nekem újságírónak egykor az volt a reményem, hogy az egymással való párbeszéd, például a politikai vagy világnézeti megosztottság oldására lesz ez jó, mert az ember a barátaival vacsorázik, ugyanazokat a véleményeket hallja csak, de ott találkozhatott volna másokkal, ennek totálisan, brutálisan és szomorúan az ellenkezője valósult meg. Nagyobb buborékokban élünk, mint korábban. Igen, hát ha a saját barátainknak a nézeteit látjuk, és csak tehát, hogy ugyanazt, az algoritmus, tehát, hogy felelősödik az algoritmus, igen, felelősödik az algoritmus, ez nem pozitív. A pozitív az, amikor, hogy becsatlakoznak emberek, hogy lehet ismerkedni, hogy lehet részt venni bizonyos dolgokban, hogy megkereshetsz dolgokat, tehát a fiatalok, az generáció először nem a Google-on keres, hanem a YouTube-on. Ez így van. Tehát, hogy ott megnéz, hogy hogyan tanulhatnék. Tehát például a tanulásra is vannak olyan kutatások, hogy már a tanulási folyamat a fiataloknál a YouTube-ra megy át. Hogy megtanulnak gitározni, megtanulnak olyan dolgokat, amiket ugye mi másképpen végeztünk. Jól érzem azt, hogy aki jól használja, annak nagyon pozitív, aki rosszul használja, annak lehet nagyon negatív. Mint minden. Igen. Még. Igen, ezt nagyon jól érzed, de van benne egy olyan a fiatalokban, egy olyan attitűd, hogy ti felnőttek, csináltátok. Uh-huh. Én ebbe beleszületem, te csináltad, apa. Nekem, én megmondom őszintén, hogy nekem mi az, ami kinyitott számomra egy világot. Nekem van egy jó nagy oldalam, az én oldalam több mint 220-25 ezeres oldal, és van ezen egy Facebook Live, ami egy élő beszélgetés. Amikor mi itt a tévében beszélgetünk, ennek lehetnek területi korlátai. És én imádom azt, amikor kírják azt, hogy üdvözöllek Ausztráliából, Dél-Amerikából követlek, és amikor ez az élő van, akkor gyakorlatilag egy élő tévé adást adok Alaszkától Ausztráliáig. Ezt az én saját Facebook oldalamon bevallom őszinte, hogy imádom. Egyszer azt mondtam, kint Amerikában éltem még, hogy nem tudok normális kolbászt venni, délutánra ott volt a meghívás, hogy székelyek, vágnak kolbászt, vagy vágnak disznót, és menjek oda. Ezt én imádtam. Én azt szeretem, hogy ez demokratikussá teszi a lehetőséget, mert nem csak valaki, aki a fővárosban lett művész úr, és jutott hozzá a televíziózáshoz, hanem akárhol, akármilyen háttérrel, anyagi lehetőségek, kapcsolatok nélkül, ha valaki ügyes és okos, ezt meg tudja csinálni. Ez egy óriási jelentőségű dolog. De mert ha megnézzük, egy csomó olyan közösségi oldalról nem tudunk, ami ugye nem a Facebook, például Musical.ly. Nem tudom, ismeritek-e? Nem. Hogy ne ismerném, a lányod valószínűleg táncol rá, és csinálja. Már velem is csinált egyet, borzalmas lett.
és tartalmat is csinálnak. Tehát, hogy így vannak bizonyos dolgok, amiről még mi nem, tehát nem csak a Facebook létezik. És ez az a más dolog, ami nem mindig jó, vagy nem mindig pozitív. Hiszen eltűnnek arról a kontroll helyről, ami ugye ott egy volt. Egy tanácsot hadd kérjek szülőként. Nemrég egy kislány öngyilkos lett, sokan lesznek öngyilkosok. Olyan, ugye bullyingnek hívja az angol, olyan zaklatás miatt, ami az interneten, ezeken a közösségi oldalakon éri őket, és amikor a rendőrség közölte a szüleivel, hogy a Snapchat miatt halt meg a gyerekük, akkor az apuka azt kérdezte, hogy az meg micsoda. Hogyan tud egy szülő lépést tartani azzal, hogy milyen veszélynek van potenciálisan kitéve a saját gyereke? Ez is egy nagyon, sokszor megkeresnek előadások után, ez egy nehéz kérdés. Főleg az alfa generációs konferencia előadásaim után keresnek meg. A gyermek, most kezdem az elején, hogyha mondhatom, és van erre időnk, hogy a gyermek ugye a kutatások szerint ugye tabula rasa, fehér lappal indul. Mi a sémákat mi alkotjuk, mi adjuk neki az információt. Hogyha az édesanyja, édesapa szerelmes a mobiltelefonjába, és azzal kapcsolatot épít fel, a gyermek ezt látja, hogy van kapcsolata az anyukának, én is szeretnék kapcsolódni. Ez egy dolog. Másik dolog az, hogy vannak a felnőtteknek a technofóbiája, tehát nem ismer minden információt. Ideje, energiája, költsége nincs arra, hogy megismerje ezeket a eszközt. Megrugalmassága egy pont. Nem érünk rá. És akkor ott van az, hogy nem ismerik a gyermekének ugye az eszköz ugyanaz. Nem szeretem is értem, mit beszél a szájával. Tehát mond ilyen idegen szavakat, hogy igen, mit csinált éppen, és nem ér. De ugyanakkor mit használt, éppen most néztem egy japán dokumentumfilmet, egészen döbbenetes volt, bár a japánok ebben előjárnak, hogy egy japán fiatalember éppen most készül összeházasodni a saját virtuális barátnőjével, akit az interneten ismert meg, és ő is tudja, hogy az én nem létező személy. És én azt hittem, hogy vicc, de amikor könnyes szemmel... Eddig kisből volt. Igen, de könnyes szemmel mesélt arról, hogy ő mindig megért, és mindig meghallgat. És azt hiszem, ez a nem vicces része, hogy ott mindig van valaki, aki meghallgat. Tehát, hogy visszatudunk-e még menni a virtuális létből abba, amikor virágot veszek a kislánynak, amikor meghívom ebédelni? Ez ugye egy felnőtt történet. Én azt gondolom, hogy teljesen más lesz ugye a fiataloknak az igen, aki beleszületett és az internettel együtt van. De annak is kell elgondolom. Házasodni gyerekeket, azt nem gondolom, hogy sokkal szeretni egymást felelősséget az online videójátékozás, hogy most megjelent ugye az újabb, amikor már a LOL-t ugye átvitték mobiljátékra, és döbbenet mennyien játszanak mobilon. Tehát, hogy így elindult ez a fajta ragaszkodás, és azt tudom mondani, hogy nem csak házasság lesz. Ezt akartam neked mondani, hogy az égenerációnál nem tudom, hogy mi lehet még, de hogy valahogy az a virtuális világ sokkal erősebb lesz nálunk, hiszen mi ebbe beleszülettünk, ők meg így szocializálódtak. Tehát, hogy mi a metamorfózis idejét éljük most. Tehát most alakulnak ki azok a frémek, azok a tudományos kutatási módszertanok, amelyekkel lehet ezt vizsgálni. Kutatni olyanoknak, akik abba születtek bele, hogy igen, ilyen nincs. Millió egy kérdés kell. Van, az a kérdésem, trendi módon kérdezem a végén. Jó. Téged meg lehet találni a Facebookon? Meg lehet találni. Természetesen meg lehet találni, úgyhogy Bensütz Máriát találják meg a Facebookon. Aki Krisztinának adna a tanácsot, az Krisztina Facebook oldalához csatlakozzon. Az én Facebook oldalam ugye mindenkit vár, és most jön az ATV-nek a legnagyobb, gyakorlatilag közösségi média gurúja, Szlazsánszky Ferenc, aki már is mondja az online lapszemlét.